Település és területfejlesztési operatív bizottságot hozott létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, a testület 2016-os utolsó ülésén döntött erről. A háromtagú bizottság munkája lesz az úgynevezett topos pályázatok megyei területfejlesztési összehangolása. Az önkormányzatok számára az uniós programban a pályázatok 75%-át már kiírták. A következő év első felében elkezdődhetnek a kifizetések és a beruházások. Vendégünk a megyei közgyűlés elnöke Sesták Oszkár úr, jó estét. Köszöntöm. Nos, kezdjük akkor talán ezzel a bizottsággal. Kik a tagjai, és milyen megfontolásból jött létre ez a bizottság? Három önkormányzati képviselővel állt fel a bizottság, és könnyű dolgunk volt, hiszen olyan összeférhetetlenségi szabályok írják körül a munkánkat, aminek jószerivel ez a három képviselő felelt meg. Kizárásos alapot? Igen, hát azt is mondhatnám. Mondjuk nagyon jó képviselők kerültek be ebbe a bizottságba, de végülis ők voltak azok, akik nem alpolgármesterek, nem önkormányzati képviselők, egy potenciálisan nyertes önkormányzatnál, egy települési önkormányzatnál. Tehát a többi önkormányzati képviselők, mármint megyei önkormányzati képviselőt, ez a körülmény majdnem, hogy kizárta a döntéshozatalból, tehát azok a önkormányzati képviselők lettek, akik ilyen szempontból nem érintettek. Mik a feladatok, a bizottság feladatai? Értékelniük kell a beérkezett pályázatokat, összevetve a stratégiai dokumentumunkkal, az integrált területi programmal, hogy mennyiben vannak összhangban ezek a pályázatok ezekkel a dokumentumokkal, mennyire illeszkednek ezeknek a dokumentumoknak a céljaihoz. Nos, ha már említettük a stratégiát, akkor mik azok a főbb alappillérek, amire ez a stratégia támaszkodik vagy épül? Ugye ismert az a cél, hogy gazdaságfejlesztésre fordítódjék a uniós források legalább 60%-a, ez igaz a területi operatív programnál is, hiszen akár egy-egy óvodafejlesztés is, hogyha úgy vizsgáljuk, akkor gazdaságfejlesztés jelent, hiszen el tudnak menni a szülők dolgozni, munkát tudnak vállalni, vagy akár a bölcsődei fejlesztések is ilyen értelemben gazdaságfejlesztések minősülnek. Ugye az mindenki előtt talán már ismert, hogy a TOB-ban nem közvetlenül a gazdaság szereplői, hanem közvetett módon önkormányzati fejlesztéseken keresztül tudjuk a gazdaság céljait szolgálni, de mondjuk egy ipari parki fejlesztés, az nyilvánvalóan gazdaságfejlesztési célra történik, még hogyha ez önkormányzati területen valósul is meg, önkormányzati beruházásként is valósul meg. Mik azok a speciális gazdasági területek, amire nagy hangsúlyt szeretne fektetni? Helyi gazdaságfejlesztés, itt gondolok olyan fajta termékek feldolgozására, jobbá tételére, amik akár mezőgazdasági termékként is megjelennek egy-egy településen, de ipari parki fejlesztés ugyancsak egy nagyon fontos cél számunkra, de a munkaügyi paktumon keresztül a munkaerőképzés, átképzés, továbbképzés, felkészítés az elsődleges munkaerőpiacra ugyancsak fontos célnak tekinthető. Turizmus? És tehát természetesen a turizmus. A turizmusban ráadásul a megyei önkormányzat kedvezményezetként is szeretne fellépni a megyei fejlesztési ügynökséggel, karöltve, illetve az ő segítségükkel egy olyan hát integrált területi programot sikerült beadnunk pályázván a TOP-nak a forrásaira, ami hát remélem, hogy nyertes lesz, és 4 turisztikai desztinációban valósítaná meg összehangolt fejlesztéseket 48 településsel és 65-60 valány konzorciumi partnerrel, tehát ez egy nagyon integrált és szép program lesz reményeim szerint a következő években. Elhangzott, hogy a pályázatok 75%-át már kiírták. Hogyan alakulnak az eddig benyújtott pályázatok, és ez az illeszkedés hogyan történik? Vannak olyan pályázati célok, olyan intézkedések, amelyekben nagyon nagy túligénylés van, tehát mondjuk nevezzük egyszerűen háziorvosi rendelők, mert hogy ez mindenki számára érthető, ilyenfajta pályázati lehetőség volt is települési önkormányzatoknál. Itt van talán legszorítóbb szükség, és itt van a legtöbb pályázat önkormányzatok részéről, de szociális intézmények vonatkozásában is, bentlakásos nem támogatott, de olyat, ami nappali ellátást nyújt időseknek, azt igen. Itt is meglehetősen nagy túligénylés van, óvodában ugyancsak. Vannak viszont olyan pályázatok, ahol hát annyi pályázat érkezett be, jószerűen amennyi forrás van.
Első körös pályázati kiírások megtörténtek úgy, ahogy említette. Második körösült, lehet, hogy vannak olyan intézkedések, vagy lesznek olyan intézkedések, ahol esetleg harmadik körös kiírása is sor kerül majd. Beszéltünk itt a gazdaságfejlesztés kapcsán helyi agrár gazdaságfejlesztést irányító, igen, vagy reirányuló pályázatokra. Lehet-e már látni erre szép példákat? Hát remélem, hogy jövőre már igen. Most egyelő pályázati szándékokat látni, hűtőház például. Olyan hűtőház, ami települési önkormányzat tulajdonában van, a helyi termelők beviszik oda, és nyilván egy non-profit módon tudják ott tárolni a terményeiket, és akkor tudják értékesíteni a piacon, amikor arra megfelelő ára reagál a piac, vagy helyi konyhafejlesztés, piacfejlesztés egy-egy településen, hogy meg tudjanak jelenni a termelők a saját közösségben is, mondjuk egy piacon. Ilyen fajta elképzelések vannak a települési önkormányzatoknál. Remélem, hogy minél több esetben ezek már megvalósult fejlesztések lesznek. És hát persze ezek akkor tudnak jól működni, hogyha hatással tudnak lenni a különböző területekre, tehát például egy agrárfejlesztés, akár a turizmussal össze tud kapcsolódni. Így van, tehát hogyha ennek a multiplikátor hatását is tudjuk élvezni mindannyian, a helyi közösség főleg, hogy ez turisztikai fejlesztéssel is párosul, ott is megjelenhetnek ezek a helyi agrártermékek. Várhatóan mennyi intézmény tud megújulni? Hát erre most nagyon nehéz lenne válaszolnom, hiszen ez a pályázati összegektől is függ, hogy milyen összegű fejlesztésekre pályáztak az önkormányzatok, de én azt gondolom, hogy a százas nagyságrendet nyugodtan bevállalhatom most is. Lesz-e feladata az önkormányzatnak ezeknek a pályázatoknak a menedzselésében, lebonyolításában, a kifizetések segítésében? Több mint 600 pályázat érkezett be erre a 75%-os forrásra, ebből 102 pályázatot a megyei önkormányzat írt. Ebben az esetben a projektmenedzsment szervezet is nagy valószínűséggel a megyei önkormányzat lesz, tehát a települési önkormányzatok projektmenedzsmenti feladatait 2,5% egyébként a pályázati költségeknek a megyei önkormányzat használja fel, cserébe viszont minden ezzel kapcsolatos feladatot átvállalunk a települési önkormányzatoktól. Tehát 600 pályázat, és ebből 100-at gondozott közvetlenül a megyei önkormányzat, a többit pedig a települési önkormányzatok adták be, és feltehetőleg a projektmenedzsmentet is majd ők fogják vállalni. A megyei önkormányzatnak kötelező vállalni ezt a feladatot, hogyha a pályázók megkeresnek, illetve a nyertesek megkeresnek bennünket ezzel. Én azt gondolom, hogy ez helyes döntés a települések részéről, hiszen nem kell kiépíteni egy csapatot erre. Meglehetősen nagy szakértelmet és gyakorlatot is igényel ez a feladat. Megkockáztatom, hogy lesznek olyan kis összegű pályázatok, amelyeknél az a 2,5% gazdaságosan nem használható fel. Tehát ráfizetés lenne a települési önkormányzatoknak, hogy ők végeznék el ezt a feladatot. Mekkora nyertese lehet a foglalkoztatás ezeknek a pályázatoknak? Hát összegszerűen azt már tudjuk, tehát 7 milliárd forint a foglalkoztatási paktumokra költődik el a megye területén. Ez jön még Nyíregyházának a foglalkoztatási paktumja, amely 2,5 milliárdos nagyságrendű, tehát majd 10 milliárd forint a megyében Nyíregyházával együtt foglalkoztatási paktumokra fog fordítódni a következő néhány évben. Én azt gondolom, hogy ez elég nagy forrás ahhoz, hogy ez jelentősen érdemben befolyásolja azt a célt, amit meg is fogalmaztunk a nyitó konferencián ennek a programnak, hogy a közfoglalkoztatásból, alapvetően a közfoglalkoztatásból minél több embert át tudjunk emelni az elsődleges munkaerőpiacra ennek a programnak köszönhetően, amely tartalmaz munkába járási támogatást, képzési támogatást, munkáltatóknak közvetlen anyagi támogatást, hogyha ezen a pakton keresztül vállalkoznak foglalkoztatásra. Persze az időszak végén tovább foglalkoztatást is vállalnak nyilvánvalóan. Azt feltételezem, hogy ez egy kicsit enyhíteni fog azon az anomálián, ami most jellemző már Szabolcs megyében is, a munkaerőhiány és a munkanélküliség párhuzamos jelenléte. Ez a kettő együtt van, egyszerre van jelen az életünkben immár talán egy éve. Ezt úgy hívják, hogy strukturális munkanélküliség. Tehát
lenne munkáskész, csak az nem képes azt a feladatot elvállalni, vagy ellátni, amit a munkáltatók felkínálnak számukra. Abban kell segítenünk, hogy ezeket az embereket, ezeket a társadalmi csoportokat fel tudjuk készíteni, hogy az elsőéves munkaerőpiacon megjelenjenek. Nyilván ezt a célt szolgálja, azon túlmenően, hogy persze régóta megérett az idő arra, hogy a minimálbért felemelje a kormányzat. Ugye egy 6 éves bérfelzárkóztató program kezdődött el, hogy minél inkább elszakadjon egymástól a piaci munkahelyi bér, illetve a közszolgáltatásban megszerezhető pénz, amely hát egy fontos eleme a foglalkoztatás politikának, de egy zsilipelő szerepet tölt be az elsődleges munkaerőpiac és a munkanélküliség között. Mennyi jut képzésre? Hát a 10 milliárdon belül ez majd a stratégiának is a feladata, hogy ezt pontosan meghatározzuk, és stratégia fejlesztés közbeszerzési pályázat, illetve felhívása ennek megtörtént. Tehát egy stratégia mentén kell meghatároznia a megyei önkormányzatnak, illetve a települési önkormányzat, vagy a kistérségi programokban érintett települési önkormányzatoknak, hogy milyen képzéseket indítson be, mire van szüksége a piacnak. Ácsra, tetőfedőre, esztergályosra, tehát a felmérés alapján tudunk ezekre a kérdésekre egészen pontos, vagy a jelenleginél sokkal pontosabb választ adni. Elnök úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és köszönöm sikeres szépen. 2017-es évet kívánok. Köszönöm szépen, és valamennyiünknek.